Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a sorozatunkat, csütörtök esti sorozatunkat, heti szakasz a Kabala tükrében. A mai téma a 3000 éves zsidó diéta logikája. Hersele, zsidó fiatal megérkezik egy városba, fáradtan és éhesen. Na, érdeklődik, hogy hol lehet valamit enni, hol fog kapni egy kis meleg, friss ételt. Erre mindenki azt mondja neki, figyel, menj el ez a, van ott egy gazdag zsidó, nála annyi étel van, amennyit csak el tudsz képzelni. Egy kis probléma van, hogy nagyon fukar ez az ember. Jó. Erre Hersele oda megy, kopog az ajtóban, és kinyílik az ajtó, erre azt mondja, jó napot kívánok, Varsóból jöttem. Varsóból? Ó, ez a gazdag zsidó, ő Varsóban nőtt fel. Több évtizeddel ezelőtt. No, gyere be! És ő gyere be, azt mondja, hogy a főnök biztos örülni fog neked, mert már 40 éve már elhagyta Varsót, te pedig egy fiatal vagy Varsóval. Jó, bejön, leül az asztalhoz, és rögtön maga előhúzza a kenyérkasarat, belekóstol egy szelet, két szelet, közben ott ül a zsidó, és azt mondja, no, mi újság Varsóban? Mondd, mi van az öreg Itzhak bácsival? Ó, gyerekkorban nála tanultam, 50 évvel ezelőtt, mi van vele? Hát, sajnálom, meghalt. Meghalt. Jaj, közben a Hersele maga előhúzza a levest. És mi van Dáviddal? Tudod, van neki közértje, mindig a gyerekeknek miután hazamennek az iskolába, kapnak tőle ilyen cukorkát útfelé. Mi van vele? Hát, sajnálom, ő is meghalt, közben húzza maga elé a csirkét. És mi van Smuel bácsival? Jaj, a Sámez volt a zsinagógában. Jaj, annyira el volt kötelezve a munkája mellett. Mi van vele? Meghalt. Mi van? Mindenki meghalt Varsóban? Valami járvány van ott? Nem. Amikor én éhes, mindenki meghalt. Élni az enni. Hát nincs még egy olyan egyszerű és alap élmény az életben, mint enni, amikor az ember erővel, energiával megtöltödik. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy miért korlátoztatta a túrát az evés, az evésnek a... több formáját. Miért kell a Tórának beleszólni, hogy mit együnk és mit ne együnk? Miért van az a Tóra a húsnak a nagyobb részét megtiltotta? És csak egy pár fajta az, ami meg van engedve, csak az, aminek van két kóser jelle, hasított potájú és kéredző. Mi a cél itt? Bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy ebben a heti szakaszban egy nagyon komoly irányváltás van. Mózes első könyvében szó volt a teremtésről és ősatyákról. Mózes második könyvében benne volt az egyiptomi rabszolgaság és szabadulása és a Pesach, a tóraadás. Mindenféle, aztán szentélyépítés, áldozatok, most ettől a heti szakasztól kezdődik, bizonyos szempontból most egy nagy részben kezdődik az élet maga.
nincs szó szentéről, ami egy bizonyos helyen van, a áldozatokról, nincs szó szombatról és ünnepről, ami a hétnak egy bizonyos napján van, amikor az ember lényegében elszakad a helyé, a megszakad helyét, elmegy Jeruzsálemben, Jeruzsálemben a szentélybe, az ember egy napot félretesz, elszakadt a munkától, és akkor az a szombat. Itt a szentség abból áll, hogy az ember elszakadt a mindennapokból. De ettől a heti szakasztól egymás után olyan témák lesznek, ami jellemző, ami különlegesen jellemző a zsidóságról, és ami megkülönbözteti a zsidóságot más vallásokkal szemben, hogy itt a zsidó nem csak az elszakad valamikor, hanem még amikor nem szakad el, a rendes élete is, és is sajátos. A családi élet az másképpen van, társadalmi élet, az üzlet is ilyesmi. Ebben a heti szakaszban az evésnak a különlegessége. Aztán jön két heti szakasz, a Zria és Mecora, a férfiak és nőknek különböző tisztátalanságok. Tehát Daishinban szó van mindenféle társadalmi előírások. Kötelező egyik segíteni egymásnak. És aztán Behárban vannak gazdasági előírások, Izraelben a smitta és ilyesmi. Szóval itt kezdik maga az élet, és az első témával fogunk foglalkozni most, az pedig a kóserság, az étkezésnek a kósersági előírása. Az sok ezer állat közül, ami van a világon, ebből összesen a Tóra 10 darab állatot megengedett, olyan, aminek két kóser jele van, ezt nézzük meg a forrásokban, most meg is jelent, a forrásokban, az első forrás, mondja a Tóra, Zajszá, Kájúás, Tajkló, szóljátok Izrael fiai az mondván, ezek az állatok, melyeket ehettek minden barom közül, mely a földön van, mind azt, aminek hasat patája van, és pedig ketté hasat patája. Jó? Meg kéredző a barna között azt elhetitek. Csak azt lehet megenni, ami kéredző is, és hasított patájú is. Hasított patájú, ugye az állatnak a lábának van egy olyan kemény valami, ami a lába alja, és van egy pár állat, aminek hasított patájú van. Általában egy állat, ami hasított patájú, az kéredző is, a disznón kívül, ami hasított patájú és nem kéredző. A kéredző az egy nagyon érdekes dolog, hogy az állat kimegy a mezőre, füvet szed, összeszik, de így nagyon-nagyon egy az egyben lenyeli, és a gyomrában, első gyomrában az felbomlik, és utána újra jön fel, és akkor itt igazán, itt dolgozza fel igazán. Összesen 10 darab állat van, ennek a felsorolása az a forrásoknak a második bekezdése. Így szólt az Örök Való Mózeshoz, 10 tiszta állatot adtam neked, ökör, bárány, kecske, szarvas, őz, dámvad, hegyi kecske, antilóp, bivaj és tulak. És lényegében, ami azt jelenti, a a döntő többsége a húsnak, az tilos a zsidónak fagyasztani. Érdekes, így értető, amit a Hassam Szaifer, a pozsani rabbi mondja, a Tóranak a megfogalmazásból is következik ez, nézzünk meg,
a forrásokban a harmadik, ezek az állatok, melyeket ehettek. Az írás a megengedett ételekkel kezdi, nem pedig a tiltatok felsorolásával. A halakkal és a sáskakkal is ugyanez van. Mert az lenne a helyes, azt szerint a Tóraba kiderül, hogy alapállás az, hogy nem szabad enni húst. Erre azt mondja a Tóra, ezek az állatok, melyeket ehettek. Azt szerint a Tóra azt mondja, van egy kivétel, marad a nagy tilalom, mert úsni nem eszünk, egy pár állat meg van engedve. Ezért, amert az lenne a helyes, ha nem ennének semmilyen állatból. Ezért kezdődik így, szóljátok Izrael fiához mondván, ezek az állatok, melyeket ehettek, ugyanis ez az engedély udonságból. Tóra azt mondja, a nagy tilalomból 1% az, ami meg van engedve. És itt az a nagy kérdés, ugye a Tóra nem egy egészségről szóló könyv. Lehet, hogy vannak olyan tórai előírások, ami hasznosak az egészséghez, de nem ez a Tóranak a célja. A Tóraban nincsenek előírások, hogy milyen növényeket nem szabad fagyasztani, annak ellenére vannak nagyon veszélyes mérgek a növények közül, mert nem az, mert a Tóra azt mondja, egyél, amit csak akarsz, azt a növényt, amit csak akarsz, hanem az, hogy ez nem a Tórában kell keresni utasítást. Menj el a nagymamához, kérdezd meg a nagypapát, vagy az orvost, hogy mit szabad enni, és mit nem szabad enni, melyik növény igen, melyik növény nem. És ezért az a kérdés, hogy miért az állattal kapcsán mégis a Tóra állást foglal, melyik igen, és melyik nem. Valójában a Midrásban is találunk részben a kérdést erre, utolsó előtti forrás, az első oldal. Miért érdekli, mondja a Midrás, miért érdekli az örökkévalót, hogy a zsidók kóser vágásból való húst esznek? Hogy a zsidók esetleg leszúrják, és nem levágják az állatot, és úgy eszik meg. Továbbá, hogy a nyakat vágják le, vagy a combot. Miért ez fontos az Istennek. A másik kérdés ezen belül, ha már a Tóra tesz különbséget bizonyos állatok közül, akkor ugye máshol lehet úgy látni, ugye, mit tudom én, házi állatok, marhák, igen, vadállatok, ami nem otthon élnek, ami ne, akkor az nem. De a Tóra nem így van. A szarvas meg van engedve, és utána otthoni állat, otthoni állat, az nincs megengedve, és hol van itt a dolog logikája? A mara igen, a szamár, ló, a többiekkel nem, pedig mind az istállóban élnek. A barbenel utolsó forrása az első oldal. Miért engedne meg a Tóra, olyan állatokat együnk, melyeknek hasított a patája és kéredznek. És miért tiltotta meg azokat együk, melyek a feltételeknek, azokat együk, melyek a feltételeknek, és miért tiltotta meg azok az együk, melyeket e feltételeknek nem felelnek meg. Mi az értelme és haszna ezeknek a feltételeknek? Miért válik általa tisztává egy állat, és miért lesz tisztátalaná ezek hiányában? Mit jelent ez? Ilyen állat, olyan állat, nem lehet látni itt ez nem kétfajta állat, mert a fajtákon belül is válogatható. És az is érdekes, hogy ez úgy van megfogalmazva, mint a tiszta, tahor és tamé, tiszta vagy tisztátalan. Mi itt a tisztatalanság? Mi itt a negatív benne? Azt megértjük, hogy a tisztatalanság, azt nem kell szó szerint benne, hogy valami piszak van rajta, mert az vízzel lehet lemosni. De akkor valami, mi a negatív? Mi a negatív, és miért számít ez tisztátalan?
És azt kell tudni, és ez nagyon-nagyon fontos, egy percet álljunk meg itt, a Tóra nagyon-nagyon nagy hangsúlyt teszi a kóser ételekre, hogy milyen fontos az, hogy ember csak kóset egyen vagy nem. Szóval nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire központi dolog az, hogy csak kóser húst, és nem kóser, és a hús és a tej ne legyen keverve, stb. A Tóraban nagyon-nagyon fontos hangsúly van a kóserságra. Mert lényegében azután a szó van az egyiptomi kivonulásról, és szó van a szentélynek a felépítéséről, akkor az első központi téma az a kóser étkezők, hogy ne egyenek az, amit a Tóra a tilt. Sőt, mindjárt fogunk látni a Talmud, azt mondani, hogy mintha ez lett volna az egész egyiptomi kivonulásnak a lényege, úgy most ezekben a napokban különlegesen fontos, mert ugye készülünk a Pészákra. Nézzük meg, mit mond a Talmud. Ennek a heti szakasznak a vége. Miután a Tóra felsorol, hogy mit lehet és mit nem lehet fogyasztani, azt mondja a Tóra, mert én vagyok az örökölő, aki felhoztalak titeket Egyiptom országából. Ez az érvelés, a kóser étkezés. Erre azt mondja a Talmud, ismer rabbi tanházában tanítottak, hogy lényegében mit mond itt a Tóra, ha csak azért hoztam volna fel Izraelt Egyiptomból, hogy ne szennyezzék be magukat a csúszómászokkal, már az is elég lett volna, mint az egész egyiptomi, ami kivallás, már megéri azért, hogy a zsidó egyen kóset. Az első micva. Teremtés után, miért Ádám és Éva, az örökölő teremtette Ádámot és Évát, megmondta nekik az az első micva, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és mi jön ezután, mit ne egyenek. Ne egyenek a tiltott fából. Ez első ember teremtés után a második micva, mit ne egyen. Mózes Egyiptomban, amikor Fáraónak a lánya kihúzta a vízből, semmi körülmények között nem akadt egy nem zsidó nőtől szopni. Erre azt mondja Rási a forrásokban, sok egyiptomi nőhöz elvitte, hogy tőlük szopjon, de nem akart szopni. Mert később a Shina, az isteni jelenlét szólt a szájából. Ez a kóserság. A kóserság olyan különleges dolog. Meg a Talmud azt mondja, a ki van zárva, az Isten engedje, de cadik, még véletlenül is, még véletlenül egyen valami nem kóser. Erre felmerül a kérdés, hogy lehet az a más szádikak máskor véletlenül mégis áthágtak különböző törvények. Egyik helyen az van írva, hogy el volt mélve a tanulásban, Sábez volt, és akkor piszkálta a tüzet, és akkor megszegte a szombatot. És hogy lehet, hogy az Isten ezt megengedte? Erre azt mondja a Toszafot, ott nem kérdés. Mert a legnagyobb szégyen egy szádiknak, ha nem kóser étel kerül a szájában. És ezért az semmi körülmények. Más dolog nem volt szándékosan. Akkor mi látjuk, hogy milyen különlegesen fontosnak tartja a kóserság. Természetesen ezt el kell ismerni, hogy nem olyan egyszerű a kóser. Az ember, aki megszokott nem kóser ételt enni, ez egy komoly átállás az, hogy most innentől kezdve otthon csak kóser legyen, mikor kimegy otthonról, csak kósert egyen. Ez nem egy egyszerű dolog, de látjuk, hogy olyan fontos ez, olyan különleges dolog az. És a kérdés, hogy miért? Mit üzen? Mi a tanítás ebben, hogy ezt a húst esszük, ezt a húst nem esszük? Van egy történet Rabbi Akiva Eigerről. Rabbi Akiva Eiger
Kismartonba született, és később a pozsonyi rabbi Hatam Szoifer Schreiber Mózes volt az ő veje. Egyszer nagyon híres volt ő. Olyan mélységeket írt a Talmudhoz és a Halakához, hogy el se lehet képzelni. A mai napig idézni valamit Rabbi Akiva Eigertől, az top, az minőséget jelent. Egyszer eljött a rabbi Lomzsá. Lomzsába jött, sokan jöttek meglátogatni a rabbit. Kérni áldást tőle, kérni tanácsot tőle. Eljött egy hölgy, aki elsírta magát, azt mondta, nekem több gyerekem van, mindenki olyan tehetséges, és olyan jól tanul, és minden, csak jókat tudok mondani róluk. Egy kivételeven. Van egy fiam, aki nagyon jó gyerek, nagyon nagy tehetsége van, de pont a vallási tantárgyak nem mennek a fejében. Egyszer csak nem képes őket felfogni. Mert minden másban zseni, gyorsan ért, jól ért, mélyen ért, de a tórai dolgokat nem. Miért? A rabbi elgondolkod, és azt mondja, utána kell nézni, hogy nem evette valamikor nem kósert. Jó, utána néztek, és a végig kiderült tényleg, hogy tört, mindig otthon eszik, de egyszer átment, volt egy ünnepség, és bement, és evett valamit, és bum. És ezért évekkel később nehézen tudott tórát tanulni. Nézzünk meg, hogy hol van ennek utalása a tórában. Második oldalon, utolsó utolsó előtti forrás. Azt mondja a Tóra ebben a heti szakaszban, Altesak cuadnot et nafsótéhen, ne tegyétek lelketeket undoká, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat általuk, nehogy tisztátalanak legyetek általuk. Mondja a Talmud, ne úgy olvast a tisztátalanat tegyetek szót, ahogy írva van, vennit méten, hanem más írásmód szerint. Távbetű helyett tetbetűvel a végen, métől megváltozik a szó jelentése, ostobával legyetek. Vennit méten azt jelenti, hogy a tisztátalanak lesztek, vennit méten helyett, vennit tamtem helyett azt jelenti, hogy ostobák lesztek, mert a bűn ostobával teszi az ember szívet, így melyik bűnről van szó itt, a nem kóser étkezés miatt egyszer csak az embernek a mostobába inkább, mert tamtem ezt a lev, azt mondja, inkább a szíve, hogy nem tudja megközelíteni a szentséget. Szóval, a kóser étkezésnek az a célja, hogy az ember finomabb legyen. Az embernek legyen érzéke a szentséghez, képes legyen felfogni az ilyen spirituális dolgokat is, mint a szentség. Az ember az, ami eszik. Azt mondja, az étel nem csak erőt, energiát ad az embernek, hanem ez még a személyiséget is meghatározza. A gondolatai és az érzékenység és egész hozzáállása az élethez, sok esetben az ételnek köszönhető. Az ember bort iszik, akkor nem csak folyadék ment be a gyomrában, hanem attól lesz neki jó kedve. És valamikor a gondolatai is sokkal jobban fognak előjönni. Az ember koffeint fogyaszt, akkor képes lesz koncentrálni. Az ember alkoholt fogyaszt, pont fordítva, nem lesz képes koncentrálni. Hideg tejet, talán egy kis nyugtató. Szóval azt látjuk, hogy az étel
az ételnek van hatása az emberre. Nem csak energiát, a nélkül gyenge, és ettől lesz erős, hanem meghatározza az embert. Erre jön a Tóra, és azt mondja, hát figyelj, nagyon egyszerű. A legtöbb hús a legtöbb hús az negatív. Most egy kicsit egyszerűsíteni ezt a gondolatot, tehát figyelj, van az emberi szint, és van az állati szint. Akkor az ember ne menjen le olyan alacsony szintre, hogy fogyasztani az állatnak a húsát. Az embernek kell, hogy legyen érzékenysége a spirituális dolgok iránt, ő neki a shinát, az isteni jelenlétet kell, hogy képviseljen a világban. Húsevés inkább húzza az embert lefelé, és nem felfelé. Egy bizonyos kegyetlenséget képes adni neki. Ez egy komoly hatása van az embernek. Ezt jelenti az, amikor azt mondjuk, hogy tiszta és tisztaság. Igen, van negatív oldala a húsnak. Nézzük meg a Barbenenek nagyon-nagyon szép szövege. Ez a harmadik oldal első forrása. Mondja az Abarbanel, hogy Abarbanel, azt már többször beszéltünk, ő a 15. század végén, amikor a zsidókat kiűztek Spanyolországból 1492-ben, ő volt akkor a nagy rabbi és pénzügyminiszter Spanyolországnak. És ő egy sorozott biblia kommentárt írt. Azt mondja, majdnem az egész bibliához, de nagy részéhez. Mondja az Abarbanel, nem az a célja az isteni tórának, hogy meggyógyítsa a testet és helyreállítsa az egészségét, hanem az, hogy helyreállítsa a lélek egészségét, és meggyógyítsa annak betegségeit. Ezért tiltotta meg azokat az ételeket, melyeket beszennyezik és bemocskolják a tiszta lelket, mely így romlottságba taszítja az ember jellemét, és a vágyak bűneinek veti alá. És elűzi a tisztaság és szentség szellemét, melyről azt mondta Dávid a Zsoltárok könyvében, tiszta szívet teremts nekem Isten, és szilárd szellemet újíts meg én bennem. A negatív hús az elrontja az embert, és húzza az lefele. És erre a Tóra válogatta azt, hogy melyik hús az, ami mégis megvan engem. Most miért nem tiltotta meg az Isten teljesen a húselvés? Talán azért, mert az embernek kell energia, és mindenképpen nagyon válogatod, hogy csak egy kevéset, és csak bizonyos. Maimonides úgy fogalmazott a következő forrásban, a húsban lévő jó miatt engedélyezett számokra a fogyasztása. Most akkor az a kérdés, akkor most mitől jobb ez a 10 állat, mint az összes többi állat? Mert azt mondja a Tóra, a hasított patájú is kéredző. Mi ennek a különlegessége? Erre az egyik dolog, ennek a különlegessége az, ezek a kéredző állatok mit esznek? Nem támadnak és nem esznek hús. Ők füvet esznek. Füvet esznek. Azt jelenti, sokkal finomabb állatok. A Barbanel erre azt írja, ezek az állatok, a kéredzők kiegyensúlyozottabb természetűek, mert nedves és száraz füveket fogyasztanak, és emiatt ezek az állatok nem válnak erőszakossá, ragadozóvá és kegyetlené. A másik dolog, hogy hasított patájú, az megint egy további szint finomság, az állat a lábát nem tudja használni ilyen igazi fegyvernek, amivel tud lökni a másik embert, mert hasított patájú az már egy sokkal gyengébb láb. Nézzük meg a ralbág. Azok az állatok, melyekben megtalálható ez a két ismertetőjegy,
a legnemesebbek, mert a kerekpata, mely nem hasított, fegyver, de a hasított pata nem alkalmas a harcra. Ezért ezek a fajok szelídebbek. És ha az ember fogyaszt egy szelídebb állat, akkor az nem fogja lehúzni. Olvasunk egy idézetet a Nachmanides-től. Minden ragadozó madár tisztátalan, mert vérük erőszakaságra vágyik, fekete és durva, és erőszakassá teszi a szívet. És az emlős állatokkal kapcsolatban a kéredző és a hasított patája állatok nem ragadoznak, az összes többi állat pedig ragadozó. És ezért azt mondja a Tóra, figyeld, az ételnek nagyon-nagyon komoly hatása van az emberre, megformálja az embert, lelkét, személyiséget, és ezért vigyázz, ezt lehet enni, ezt nem lehet enni. Ez az egyik hagyományos magyarázat a kóser ételhez. A kóser ételnek semmi köze nincs az egészséghez, nem ez a célja, igaz, hogy ennek lehet egészségügyi oldal is, de nem ez a Tóranak a célja, mert a Tóra nem foglalkozik elsősorban egészségi tanácsokkal, de természetesen a spirituális micváknak lehet simán pozitív mellékhatása, ami az egészségre is kitér. Nézzük meg egy további magyarázat, ez pedig a haszidizmusnak a magyarázata. Ez egy kis történet, ugye a feleségem milánói apósom már 1961 óta rabbi Milánóban, most Bolóniában van egy másik rabbi, az a neve, hogy Bornstein, Dávid Bornstein, ő az ottani Lubavitchi rabbi, valamikor nagyon sok izraeli diák ott tanult, hát sajnos utána az egyetem megszüntette a lehetőséget. Mindenképpen ott Bolóniában minden évben van egy nagy piac, összejövetel, kiállítás ilyen kozmetikáról, és nagyon sokan jönnek, ilyen szakemberek jönnek, és a történet úgy szól, hogy egyszer a nagy teremben bejön a Bornstein rabbi, nagy bőröndet húz maga után. A bőröndben nem volt semmiféle kozmetika vagy ilyesmi, mi volt a bőrönddel tele? Szendvicsekkel, amit a felesége készített, ő pedig körülnéz, hogy hol lát egy zsidót, hogy neki fog adni szendvicset. No, körülnéz, aztán teszi a munkát, átmegy egy másik épületben, a 21-es épületet elhagyta, most a 22-es épületben van, körülnéz, és nagyon-nagyon jó szeme van, tudja azonosítani, ki a zsidóit. Annyi év után már egy kilométerettől már látja, hogy ki a zsidó. Egyszer csak egy házas pár átmegy mellette, és úgy döntött, ez biztos zsidó. Erre azt mondja, talán éhesek egy szendvics, nézik egymást, szendvics, és nem hittek a fülüknek. Mi történik? Erre az válaszol a férj, azt kérdezel, hogy éhesek vagyunk-e? Hát a felesége már szégyül az éhségtől. Erre azt mondja a Bornstein rabbi, tessék, te kinyitja a bőrön, de tessék, mit kérnek? Tanhal, tojás szendvics, tanhalas szendvics, paradicsomos, még szalámis is. Hú, természetesen nem kellett ott sokat kérni, és sokat ajánlani nekik, csak ettek, vettek is.
olyan boldog voltak, és mindig az volt a kérdés, ez Eliáú proféta? Miről van szó? Ez egy Kaliforniából érkező házaspár, Monsanto a nevük, Shlomo és Shoshana, ők a kozmetika, ez az ő szakterületük, ők nagyon híresek ad, most ők Gordon rabbi, Lubavics, ottani Lubavicsi rabbinak a közösségéhez tartoznak. Ő neki minden évben Jom Kipurkor nagy kampányt vezet ott a zsinagógában, egy nagy gyűjtés vezet, az a helyes szó. De a gyűjtés az nem pénzről szól, a támogassunk ezt vagy azt, vagy Izrael, vagy valami más, hanem egy másik jellegű gyűjtést. Ez a gyűjtés arról szól, micvákat gyűjt. Ki tesz be a közös kalapban több micva, nagyobb micva, mindenkitől kéri, a tessék betenni egy nagy kalapban egy micvát, amire ebben az évben pluszban fogsz ráfigyelni, egyik nem. Ez a Shlomo és a Shoshana, ez a Monsanto házaspár, ők magukra vállaltak, hogy nem csak otthon fognak kósert enni, hanem még már amikor nem otthon vannak, akkor is fognak kósert enni. Jó? Egy pár hónap után eddig minden jól működött, és itt vannak Bolóniában. Igen, valami félreértésnek köszönhetően nem volt étel. No, reggeliben szereztek zöldséget, és azt ettek, ja, igen ám, de hát itt most már dél van, hát zöldség az nem elég, annál is inkább itt tele van ez az egész kiállítás, tele van mindenféle ételsarkokkal, és a hot dog az kedvence, de hát nincs, hát akkor még egy Diet Coke, és ez, de hát ez nem elég, és akkor most már kicsit kezdtek szégyülni, és azt mondani, Isten csak megértő lesz velünk szemben, hogy ha most így, ilyen körülmények között megengedtünk magunknak egy kis nem kóser, tréfli étel. Szóval ezzel ilyen irányba mentek a gondolatok, és egyszer csak jön a nagy kérdés, éhesek vagytok? Ha ez nem csoda, ez a bőrönd szendvicsekkel, akkor mi a csoda? Lényegében mondja a haszidizmus a kabala alapján, a Tóra azt akarja mondani nekünk, hogy figyeld, Istent lehet szolgálni az evéssel is. Az Isten lehet szolgálni az evéssel is. Az evéssel is tudunk emelkedni ilyen magas szintre, az égig lehet eljutni. Ha megkérdezzük az embert, mi a te hozzáállásod az ételhez? Hát akkor vagy az egy szükséges dolog, vagy azt mondja, finom. Egy durva válasz, finom. A test nagyon élvezi ezt az ételt. Valójában az evés egy szent cselekedet, ezáltal tud az ember felemelkedni. A zsidóság nem gondolja csak szombat, külön idő kell az, hogy szent legyen. Nem csak szentélt, külön hely kellett legyen az embernek, hogy szent legyen, hanem ott a hétköznapban, az evésben is lehet a szentség. Erre az a szó, hogy kolma szekele sem semáim. Minden, amit az ember tesz az Istenért, akkor azzal Istent szolgál. Lényegében az egész élet reggeltől estig, hétköznapi munka közben az mind Isten szolgálat lehet. A kósersági előírások ezt jönnek megtanítani az embereket, hogyan tudsz te Istent szolgálni az evéssel is. Ezt szabad enni, ezt nem szabad enni, ezt ekkor szabad enni, ezt ekkor nem szabad enni. Mind Istennek vannak kívánságai,
a részedre, és te ezeket tudod teljesíteni. Ezeket tudsz teljesíteni akár munka közben is, és ezáltal magasabb és magasabb spirituális, szentebb szintre emelkedni. A Kabbala azt a kérdést teszi fel, nézzük meg, a világ az ilyen több rétegből áll, van az életelem, van a növény, állat és az ember. És mi az érdekes, hogy a felső, minden felsőnek szükség van az alatta lévőhöz. Az embernek szükség van az állatra, annak a húsát fagyasztja, az állatnak szükség van a növényre, és a növénynek szükség van a földre és a vízre, mert abban... Miért van az a magasabb szintűnek szükség van az alacsonyabb szintűre? És a válasz erre az, mert a világnak a célja az, hogy egyre közelebb kerüljünk az Istenhez. Ezért a magasabb szintű felemeli. Felemeli az állatot, hogy emberi szintre emelkedjen. És nem csak sima emberi szint, Isten szolgálatra emelkedjen. Az állat pedig felemeli a növényt, és a növény felemeli a vizet, mert a cél az, hogy magasabb és magasabb szintre emelkedjük az alacsonyabb lévőt. A Kabbala azt mondja, úgy kell elképzelni, mintha valami áramféle, pontosabban isteni éltető erő van minden tárgyban, és azt felhasználom valami isteni célra, hogy erőm legyen, hogy tudjak Istent szolgálni, akkor az az áram átmegy az emberbe, fel van emelve, és visszaviszem az Istenhez. És erre érdemes elolvasni a Tanyának az idézete, az Alter Rebbe-nek a szövege, azt hiszem a 7. fejezetből, igen, ez a 4. oldala van a magyar fordítása, hogy kóser étel az azt jelenti olyan isteni éltető erő, ami van az ételben, amit lehet felemelni, mutár, megengeded, mutár azt is jelenti, hogy nincs hozzákötve. Van olyan, akkor azt lehet fagyasztani, és akkor azt felemelni. Asszur, tiltad, azt is jelenti, hogy oda van kötve, azt nem lehet felemelni. Ezt mondja a Tóra, ezt egyél meg, ezt ne egyél meg. Ezzel tudsz te Istent szolgálni, ezzel nem tudsz közelebb kerülni az Istenhez. Szóval a kózsaságnak az előírása lehet mellékhatásaként nagyon egészséges, hogy a hús és a tej nem keveredik, stb. De elsősorban az a cél, hogy tudjunk jobban emelkedni az Istenhez, és ne lefelé húzza minket a durva étel. És azáltal az ember nem kósert eszik, akkor mindenképpen, hogy mondtunk, hogy nitamtem, hogy elrontja az embernek a lelkét, elrontja az embernek a zsidó szívét, a spirituális vágy, a spirituális érzéket. Erről van szó, ez a kóserságnak az előírása, amiről szó van ebben a heti szakaszban. Adjan Isten, tudjunk élni, de az életünk legyen egy szent élet, az életünk tele legyen Isten szolgálattal, ez legyen az életnek a célja, így egész nap csak isteni munkával foglalkozunk. Köszönöm a figyelmet, holnap este ugye már egy órával később kezdünk, ugye átállítottak az órát, akkor a tanulás a Szabadgyúriból kezdődik 6-kor, és a mincha délután ima az 7-kor kezdődik, utána lesz egy kis tanulás a Rambánból, Nachmanidesből, csodálatos dolgokat tanulunk ott, utána szombatfogadása, közös étkezés, stb. Mindenkit szeretettel várunk, úgy Sábezt kívánok mindenkinek holnap estére. Sziasztok!